A tavalyi kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a római úton a szép kilátó utcánál leomlott a löszfal. Az önkormányzat pályázott a belügyminisztériumnál a Viszmajor helyzet megoldására. Októberben már Jabában zajlottak a javítási munkálatok. A támfal megépítésére 18 millió forintot nyert a település, amihez 2 millió forintot tettek hozzá. Ebből készült el 15 méter hosszan, 6,8 méter magasságban a tartó gabionfal. Ezzel párhuzamosan a lakók is összefogtak, és a településsel közösen önerős útépítésbe kezdtek. Így most dupla átadó ünnepségre került sor. A két fejlesztés összköltsége meghaladta 28 millió forintot. Hebling Zsolt polgármester örömét fejezte ki, hogy alsóösön újabb beruházások valósultak meg. Egyben megköszönte a szép kilátó utcai ingatlan tulajdonosoknak, hogy anyagilag is hozzájárultak az út aszfaltozásához. Jogilag is rendeznünk kellett a szép kilátó utcát, hiszen magánterületeken ment át. Nagyon sok kedves ingatlan tulajdonos felajánlotta és átadta a közösségnek térítésmentesen az előtte levő útszakaszokat. Közben megszerveztük az útépítő közösséget, hiszen egy elég rossz műszaki állapotban lévő utcaszakaszról beszélhetünk, és így több mint fél kilométer hosszúságban, 26 érintette közösen, közös finanszírozásban, 75%-ban az önkormányzat, 25%-ben pedig az érintettek. Sikerült megvalósítanunk a szép kilátó utcának az aszfaltozását is, felújítását is, úgyhogy nagy öröm a számunkra ez a példaértékű összefogás. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára is örömét fejezte ki az újabb alsóörsi beruházásnak, és szintén kiemelte az összefogás erejét. Mint a térség országgyűlési képviselője, a jövőben is mindent megtesz a település és a térség fejlődéséért. Megtaláltuk azt a forrást, illetőleg azt a módot, amivel alsóörs önkormányzatát tudtuk segíteni, és ugye most itt állunk ezen a csodálatos helyen, mert ugye emeljük ki, hogy ez a szép kilátó utca, ez nem csak alsóörsnek egyik legszebb pontja, hanem azt mondom, hogy a Balaton egészének is. Úgyhogy itt egy összefogás valósult meg, ugye ahogy polgármester úr elmondta, a kormány 18,3 millió forintot adott a Viszmajor helyzet elhárítására, az itt lakók pedig összefogtak, hogy az önkormányzattal, hogy egy utat építenek, ez mind a kettő fontos volt, hogy megvalósuljon. Én ezt az összefogást szeretném kiemelni, és ehhez magam, mint alsóörs országgyűlési képviselője szívesen adtam segítséget, és a jövőben is segítem alsóörst a törekvéseinek a megvalósításában. Ilyen volt, és ilyen lett a Szép Kilátás utca. Dr. Benczúr György 1986 óta állandó lakos alsóörsön. Mint mondja, nagy esőzésekkor nehezen tudtak a lakhelyükre eljutni. Nem volt kérdéses, hogy részt vállalnak az útépítés anyagi terhéből. Ennél jobb üzlet a világon nincsen. Hát most képzelj el, hogy ilyen olcsón az életbe úthoz nem jutottunk volna. És most tetszik látni, ilyen autópályánk van. Egyértelmű, hogy hozzájárultunk ehhez. Berkes Péter plébános és Kálmán Csaba református lelkész megáldották a beruházásokat, majd sor került a nemzeti színű szallag átvágására. Az út és a támfal jelentősen javítja az itt élők mindennapjait. Biztonságosabb, kényelmesebb, élhetőbb lett ez a rész. Alsóörs ismét gyarapodott.